Fejes Gábor közgazdász, az Óbudai Egyetem mestertanára, tapasztalt szervezetfejlesztési tanácsadó vallja, hogy az emberi tényező a legfontosabb erőforrás egy vállalat életében, és az emberi erőforrások fejlesztése nélkülözhetetlen a versenyben maradáshoz. Több mint 20 éve nyújt különböző méretű cégek számára tanácsokat a szervezet és üzletfejlesztés területén. Gyakorlatias megközelítésének köszönhetően volt olyan cég, melynek árbevétele több 100 millióval növekedett. Ügyfelei őszinte véleményét, hasznos meglátásait, közvetlen személyiségét, jó kommunikációs képességét és megbízhatóságát szeretik a legjobban. Komplex látásmódját segíti, hogy különböző szervezeteknél sok pozícióban szerezhetett tapasztalatot. Gábor az üzleti tévének nyilatkozott a szervezetfejlesztés fontosságáról. Az emberi tényező, én úgy gondolom, ma a legfontosabb erőforrás egy vállalat életében, és az emberi erőforrások fejlesztése nélkülözhetetlen. Alapvetően, mint minden ilyen jellegű kérdésben, a vezető múlik minden. A vezető egy szervezet kulcsa. Nagyon fontos kérdés, hogy egy szervezet olyan vezetővel rendelkezik, aki magának a fejlődésnek a szükségességét elismeri, indokoltnak tartja, igényli, vagy nem. Tehát én azokkal szeretek együttműködni, akik nyitottak, akik változást akarnak, hiszen a változás az mindig jó, és a változás az ma szerintem a 21. században eléggé gyakori és elkerülhetetlen. Mi is ez a szervezetfejlesztés? A szervezet én szerintem nem más, mint a szervezetet alkotók összessége. Ebből kifolyólag az én meglátásom, az én szempontom szerint nem felülről rákényszerített döntéseket kell keresztül vinni egy szervezeten vertikálisan lefelé, hanem sokkal inkább élővé kell tenni egy emberek által alkotott szervezetet úgy, hogy kíváncsiak vagyunk az ott dolgozók véleményére, pozíciótól függetlenül, hogy meghallgatjuk őket, hogy bevonjuk őket a döntéshozatalba, hogy egyáltalán stratégiát alkotunk, hogy egyáltalán ezt a stratégiát kommunikáljuk, hogy egy vállalat általában kommunikál a dolgozóival. Nem gondolom azt, hogy a szervezetfejlesztés egy csoda. Hogy egy tanácsadónak hol a helye ebben a világban? Hát ő a megmondó ember. Ő az, aki a Anders Zemesére utalva elkiáltja magát, hogy a császár mesztelen. Hiszen mindenki egy idő után vakká válik a szervezetben, azok a beidegződések működnek, ami nem biztos, hogy jó. Természetesen ezek sokszor lehetnek pozitívak, de én azt látom, hogy nagyon sokszor negatívak. Ilyenkor szükséges, hogy valaki kibillentse azt a menedzsmentet, vagy azt a konkrét menedzset abból az álláspontból, abból a státuszkóból, ahol ő eddig volt, és akkor legalább közösen elkezdjenek egy új irányt meghatározni. Itt az a fajta szinergikus együttműködés, ami adott esetben egy vállalatvezető és egy tanácsadó között nélkülözhetetlen, az a siker kulcsa. 5 kulcs tényezőt sorolnék fel. Az első a bizalom. Ez egyértelmű. Tehát ma bizalom nélkül szerintem egy vállalatot vezetni nem lehet. Az a vezető, aki nem bízik a kollégáiba feltétel nélkül, az azt gondolom, hogy teljes tévúton jár. A másik a kommunikáció. Mindent meg kell beszélni. Alapvetően azt gondolom, hogy egy vállalat belső kommunikációja ma egy nagyon fontos kulcs a megfelelő működéshez. Az embereket tájékoztatni kell, az embereket irányítani kell, itt most kommunikációs irányításra gondolok, ki kell kérni a véleményüket, tehát ez egy oda-vissza irányuló kommunikáció kell, hogy legyen. Nagyon fontosnak tartom a példamutatást. Tehát szerintem ma egy szervezetben borzasztóan fontos dolog az, hogy a vezető minden tekintetben példa legyen. Mert hogy a vezető minden tekintetben példa, ha akarja, ha nem, ha jó, ha rossz. Tehát akkor próbáljuk meg ezt tudatosan alkalmazni, ezt az igazságot, hogy mutasson jó példát, és várja el a menedzser társaitól is, hogy ő maguk is példamutatók legyenek. Nagyon fontos dolognak tartom még a csapatot, amit bizonyára mindenki elmond ilyenkor. Én erről is talán egy kicsit különlegesen gondolkodom. A csapat az
A saját heterogenitása mellett homogén kell, hogy legyen. Nincsenek kivételek. Mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Természetesen az egyéni elvárások lehetnek különbözők, de az elvárások azok nem különbözhetnek egymástól. Mindenkivel szemben kell, hogy legyen elvárás. És akkor mondok még egyet, a visszajelzés. Pozitív, negatív. Magyarországon sajnos a magyar kultúrában mindenki tudja, hogy csak és kizárólag visszajelzésnek a negatív visszajelzés számít. Sajnos ezen változtatnunk kell, ez azt gondolom, hogy a vállalati kultúrának egy nagyon fontos része kell, hogy legyen, hogy szokjunk rá a pozitív visszajelzésre. Nem tudom, hogy miért fáj embereknek másokat elismerni, megdicsérni, jót mondani a munkájukról. Ami nem zárja ki azt, hogy természetesen amikor negatívan kell visszajelezni, akkor azt sem ulasszuk el, kivétel nélkül.